Visszatekintés Maranellóra. Meg Modena, Bologna. Hát a pósíkság. Még innen is lehet hallani a Ferrari hangjait. Kár, hogy párás az idő. Kicsit ökörhúgyozás jelleget vett föl a útvonal vezetése. De nagyon szép helyeken megy. Ha rajta maradunk. Csak ez a párásság egy kicsit rontja a kilátást, de hangulatát nem beszél azért, ez elég jó. Szűk lesz. Kanyarodjon jobbra, majd válassza a másodikat jobbra. Jaj. Itt... Itt kanyarodjak jobbra, bazd meg. Na, ehhez le kell rakni a telefont. Jó, hogy jönnek szembe. Hogy választom itt fölre. Kanyarodjon enyhén jobbra. Jó napot! Na hát. És a bitlajosok vannak itt. Tudnak magyarul. Tartó egy kalapszart, nem ér. Annál inkább. Micsoda vár van ott. Fú, micsoda havas hegyek. Ha látszik egyáltalán bármi. Ja, kifogtam ezt a párás időt rendesen. Úgy látom, panoráma úton megyünk tovább. Nem rossz az a hegy. Nem semmi. Az Apenninek még havas csúcsai. Na, az a Monte Simone, vagy Simone, nem tudom, hogy ejtik. Amellett fogok elmenni jobbra, valahol ott lesz egy hágó. Hát a hóláncot azt kiraktam otthon. Talán az úton erre már nem lesz szükség. De azért komoly, milyen havas csúcs van ott.
hangulatos utak vannak itt nagyon. Csupa kis hangulatos falu itt a kanyargós domboldalba vezető út mellett. Nagyon jó. Mondjuk sok hasonló falu van, de szépségükben hasonlók. Na hát itt meg mi lesz a kutyulival. Amúgy rohadt meredekek ezek az utak. És itt kettesben a motorfékkel 50-nel gurulunk. Micsoda neve van itt a helyeknek. Lájma Mokongó. Szép havas csúcs, az meg közeledik. Vagyis hát ő ott van a helyén, mi közeledünk. Hát én. Meg aki ezt nézi. Nagyon fasz a helyen megy ez az út. Nézzünk belőle egy kis ízelítőt, hogy mégis mit lehet látni a kocsiból egyfolytában. Hát baloldalt ezeket a hegyeket. Lent a völgyre is nagyon jó a kilátás. A szemközti hegy az nagyon komoly ezzel a havas csúccsal. Majd megnézem hány méter maga az, de szerintem nincs 2000. Vagy hát a körüli. Jövök, arra van Maranello. És az út hol fog menni? A hágó. Hát a térképet nézem. Valahol ott kell elmenni, balra át kell menni. Úgyhogy még lehet, hogy meg is érinthetem ezt a halat. Ez a gát se gyenge ott a kis mesterséges vízesésével. Ja, a másik szuper az útban, hogy alig van forgalom. Jó, vannak, de nem nevezném komoly forgalomnak. Csak ízelítőnek így. Legalább a negyedik, ötödik ilyen kis befolyó az út mellett, ami mellett elmegyek. Mondhatom, már egyiknél megállok. Még sikerült pont egy olyan helyen megállni, ahonnan most a halas csúcsok nem látszanak, de azok is végig az út mellett sorakoznak. Íme a hágó. ...1400 méteren. Hát semmi extra. A kilátás viszont gyönyörű. A oldal se rosszabb, mint az északi. Az előbb ott följebb jöttem. Visszafordító után most egy ilyen kis hegyi faluba keveredtünk. Viszont amit mutatni akarok, az itt nekem bal oldalt. Ha a házak engednék látni, akkor megint szép havas hegygerinc. Hát nem olyan havas, mint az északi oldal. De van hó itt is. Toszkánába kérem. Jó, hát a hágón is volt, de lejjebb is van. Az út az jó kanyargós. Hangulatos kis erdőbe jön. Lehet sumahereskedni is óvatosan. De jönnek szemből, szóval vigyázni kell. Na most. Most lett kilátás is. Oldalra nézni a kilátáshoz, mert forgolódik az út. Íme. Ezt nem mondom, hogy a hágó olyan magasan volt, de azért fenn voltunk.
milyen szép kis házikó. És ez az általános, itt nem a ritka, hogy szép házikók vannak az út mellett. Megálltam itt egy híd mellett, mert egyszerűen nem győzök betelni ezen a szép hegygrinccel. Szóval az Apennineket se kell lebecsülni, mert ez is vagány hely. És ilyen patakok szegélyezik az utat. Vagy keresztezik inkább. És ugye még ez is csak egy kis része a hegygerincnek, ami most innen látszik. Nézzük, mi látszik. Csak nem ejtem le a telefont. Itt meg valami furcsaság van. Remélem a kutyaházban mondjuk nem egy harapós dög. De ott egy madár. De miért van szegény bezárva? Varjú. Ki tudja, megeszik az olaszok. Ilyen szépen kiépített forrásból se ez az első. Gondolnak itt a utazókra. Finom, hideg, jó víz. Tetszem, nem az egyetlen madár ez, amelyik most fogságba esett. Azért az a település sem néz ki gyengén. Tipikus olasz kis falu. Azért mondjuk kanyargóság megvan. Nyomon. Mondjuk ebből nem tudom, mi látszik a kamera képén, de megint egy jó kis hegyi falvacska. Most van a Dacia fölött. Ellenfényben nem lesz jó. Persze ilyenek is vannak. Bánya. Nem csak védik az olaszok a természetet, de van, ahol használják is. Ezek ez a tartó, majd kíváncsi, hogy milyen lesz a képminőség. Na, hát van, aki kutyust hord magával utazásra. Mondjuk hát csomagtartóba tartják. Bólogatós kutya tényleg. Csak ezt etetni kell. Na, feltűnt a színen a látnivaló, amiért jöttünk. Hát jó kis hír. Jó kis hídecska. Ó, még étterem is van a túlpartján. Thank you.